Sziasztok, én Szeni vagyok, üdv újra itt a csatornámon. Amint azt láthatjátok, a háttér most egy kicsit szokatlan, ugyanis úgy voltam vele, hogy összehozom a kellemest a hasznossal, és kijöttünk egy kicsit a kutyával a kertbe játszani. És mivel baromi fáradt vagyok, ezért tudom, hogy ma nem lesz mindenre időm, viszont mindenképp szerettem volna nektek megmutatni az Art Deco-nak az idei adventi kalendáriumát is. Ez ma érkezett meg. Nagyon különböző áron lehet őket megrendelni interneten, az ilyen hivatalosabb oldalakon, mint a Flaconi például, vagy a Parfum Dreams, ilyen 60 euró környékén vannak, viszont azon az oldalon, ahol én rendeltem, ott 48 euróért volt fönn, viszont utána már láttam 47 euróért is, szóval tényleg eléggé váltakozó oldaltól függően, nem tudom, hogy ennek mi az oka, viszont érdemes körbenézni. Az infoboxban majd be fogok nektek valamit linkelni, hogyha sikerül megtalálnom az egyik oldalon, ahol még kapható. Nem fogom tudni garantálni, hogy a 47 vagy 48 eurósat még be tudom linkelni, de hogyha igen, akkor mindenképp meg fogjátok ott találni. Na, hát akkor lássunk is hozzá, így néz ki idén. Egyáltalán nem karácsonyi design, szerintem ez egy ilyen galaxisos, kozmosz dizájnba ment át. Tényleg túl sok köze nincsen a karácsonyhoz, de amúgy szerintem egész jó kis kinézet. Háttérben egy kis zajt hallottok, akkor bocsánat, ez a kutya. Néha napján majd itt el kell neki dobnom a botot, de nem hiszem, hogy ez titeket úgy nagyon fog zavarni. Akkor lássunk is hozzá. Ismét úgy fogom csinálni, kuc-kuc, hogy kiszedtem ezt a kis műanyag táblát a dobozából, így sokkal könnyebben tudom kivenni, nem kell agyonvágni a videót. Ezért ne legyen furcsa, hogyha mindig ebbe az irányba fogok nézni, mikor az ajtókat keresem, ugyanis ide magam elé tettem magát a csomagolást, azon látom a számokat, és itt előttem pedig van ez a tálca, amin a termékek vannak. Na, akkor kezdjük is az egyessel. Első nap rögtön egy rúzs van benne, ráadásul egy full size, méghozzá a 121-62-es szín, egy eléggé erős bogyószín, ilyen lilás, pinkes. Nincs illata. A második... az egy picike kis szemhéjpúder, a 3-as brown szín. Ez pedig egy ilyen csináld magad palettába való kis szemhéjpúder, a hátulján mágnes van, és szerintem benne lesz, és így nézegetem, igen, szerintem itt az egyik termék az, a kis tartó, amiben ezeket a mágneses tégelyeket bele lehet rakni. A 3-as az egy nagyon mini ecset, és ráadásul kicsit hibás is, mert nagyon el vannak fordulva a szálak, mert próbálom rendesen megfogni, hát ennyire mini, tényleg nagyon kicsi. A 4-es. A 4. nap egy körömlak van benne az 1-es árnyalatban, most azt írja, hogy Color Base. Nem vagyok benne biztos, hogy ez tényleg egy base akar lenni, mert ahhoz eléggé pink színe van. Nem rossz szín, viszont egyáltalán nem karácsonyi szerintem. Na nézzük, mi van az 5. nap. Itt eléggé nagy ajtó. És ebben pedig egy körömreszelő van. Egy ilyen kis fehér egyszerű. Na, Mikulás nap, ugye a 6-os. Eléggé érdekes dizájnja van ennek a terméknek, és ez pedig egy Roll It Disc Eyeliner, szóval egy folyékony szemhéjtus, vagy hát szemtus. Folytassuk a 7-essel. A 7. nap egy Full Precision Lipstick 80 van. A 80-as az a színe, a Floral Balcony, és ez egy ilyen háromszöges rúzs, egy eléggé intenzív lilás ciklámen színben.
Hát ez is egy olyan szín szerintem, amit nagyon kevesen hordanak, illetve nagyon kevesen tudnak egyáltalán hordani, és a karácsonyhoz sem kifejezetten passzol. Folytassuk a 8-assal. Ezen a napon egy hagyományos szemceruza van benne, fekete színben. A 9-es. Na, nem tudom kivenni. Ebben pedig egy all-in-one nail lacquer, szóval egy átlátszó körömlak, és mivel azt írja, hogy all-in-one, ezért tippelek, hogy ez ilyen köröm ápoló is egyben. A 10-es. A 10. nap egy full matte lip color van, ráadásul long lasting, szóval tartós rúzsról van szó. A 38-as színben azt írja, hogy mega matte, hát nagyon kíváncsi vagyok, a színe az tényleg eléggé ilyen matosnak tűnik, amúgy egy egész szép nude barnás árnyalat, nem az a túl barna, kicsit ilyen pirosasba hajló. Akkor folytassuk a 11-essel. A 11-esben egy próba van a Perfect Taint alapozóból, ez a Cool 32-es Cool Cashew névre hallgat. Hát nem tudom kinyitni, mert le van zárva, de tényleg ez csak egy alapozó minta. 12. A 12-esben egy Galaxy Eye Powder van. Ezt ki is nyitom, mert nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy az-e. Igen, pont az, amire gondoltam, és ráadásul gyönyörű szép színe van. Ez egy ilyen szemhéj púder ceruza, úgymond. Egy ilyen kis szivacs van a végén. Nekem van ilyen a Catrice-től, biztos láttátok már valamelyik videómban, mert gyakran szoktam használni. Csak kicsavarod, és már rajta van a púder, besatírozod vele a szemhéjadat, és kész is van a smink. Na, 13-as. Color Booster Lip Gloss. Azt írja, hogy ez egy színt felfrissítő szájfény. Nem használtam még ilyet, főleg nem az Art Deco-tól, de elég érdekesen hangzik. Gondolom ez azt a célt szolgálja, hogy ha már ki vagy rúzsozva, de kicsit lekopik, akkor ezt, hogyha rákened, akkor ismét intenzívebb lesz a szín, de persze ez csak tipp. A 14-esben ismét egy ilyen mágneses szemhéjpúder van, egy nagyon szép sötétkék színben. Az 593-as Matte Petrol. Kicsit így kinyitom, hogy lássátok rendesen a színét, tényleg egy nagyon szép ilyen sötétkékről van szó. 15. Megint egy inimini kis ecset van, ez most egy szemhéjpúder ecset, de ez is annyira mini, hogy alig lehet sajnos megfogni. 16. A 16-osban van ez a tégely, amiben te magad állíthatod össze a szemhéjpúder palettádat. Amúgy az nagyon tetszik, hogy itt egy gombot kell megnyomni, és úgy nyílik ki. Van benne egy kis tükör, és az egész hátlap egy nagy mágnes, szóval úgy rendezed be, ahogy akarod. A 17-es. Stay and Shine Top Coat. Tippelek, hogy ez is egy köröm termék, mert olyan formája van, viszont full fekete az üveg, szóval nem tudom megmondani, hogy milyen színű belül, lehet, hogy átlátszó, lehet, hogy ilyen kékes, lehet, hogy rózsaszínes. Ez egy színvédő felső réteg, vagy hogy mondjam, hát egy köröm lak egyértelmű, amit a tetejére lehet rákenni, és így tovább tart a körömnek. A 18-as. Ebben ismét egy próba van, méghozzá egy eyeshadow base próba, 0,8 ml, szóval még csak 1 ml sincs meg. Ja, elég kár. A 19-es viszont valami nagyon érdekes, ilyet még nem is láttam az Art Deco-nál, legalábbis ezt a dizájnt. Ez pedig egy multi-stick
arcra és szájra. Megmutatom először a tégelyt, mert nagyon-nagyon szép, egy ilyen matt bézs színe van. Oké, először csavarni kell. És belül pedig egy ilyen sötétebb, bőrszínű, egy ilyen nude barna stick van. Nincs illata ennek se, szóval ezt így bele kell csavarni. Hát multi-stick, tippelek, hogy ez ilyen korrektor és rúzsként is lehet használni, vagy esetleg nem korrektor, hanem kontúr. Ez mondjuk egy jó pofa dolog. A 20-asban ismét egy körömlak van már megint, ez is... Hát, jó, fogjuk rá, hogy ez egy ilyen ünnepi szín, akár szilveszterre, egy nagyon szép fényes ezüst. Ja, oké. És ez pedig a... Hát, meg nem mondom nektek, hogy milyen szín. A 21-es. Itt van. Ebben is egy ilyen mágneses szemhéjpúder van. Nem tudom kiszedni. Méghozzá a 256-os Pearly Illusion. Ezt is kicsit eltolom. Hát ez egy nagyon érdekes, ilyen szürkés, sötét barnás szín. Ismét egy rúzs. A 13-29-es szín. Egy nagyon durván sötét, bordós barna. A 23-asban egy soft lip liner van, szóval egy szájceruza. Vízálló a 97-es lilás színben. Hát ez ismét egy olyan szín szerintem, ami nem éppen egy kihasználható, illetve mindennapi tónus. Szép-szép, de én például soha nem használok lila rúst. És végül a 24-es karácsony, ebben pedig egy Amazing Effect Mascara, szóval egy szempillaspirál van. Azt írja, hogy maxi volume, szóval hogy nagy volument ad, és hogy mini brush, szóval hogy kicsi az ecseted, ezt mindjárt meg is nézzük. Odin, gyere ide, hova mész? És így néz ki a sörtéje. Na, hát ennyi lett volna, megmutatom nektek így még egyszer az összképet. Néz ki. Hát összegezzünk, a design az úgy oké, de egyáltalán nem karácsonyi, szóval úgy túl sokat nem is tudok hozzáfőzni, mert nekem személy szerint tetszik ez az egész színvilág, a maga a mottója, viszont tényleg semmi köze nincs a karácsonyhoz. A termékeket tekintve változatosabb, mint tavaly, szóval tetszik, hogy több rúzs van benne, illetve van benne full size szempillaspirál, meg tényleg több fajta dolog, viszont a színek egyáltalán nem használhatóak, úgymond. Szóval nagyon extrém színek, vagy hát nem feltétlen extrém, hanem tényleg olyan, amit az ember hétköznap nem igazán tud viselni. És amúgy tök jó lenne ez az adventi kalendárium, de pont ez sajnos elrontja, és emiatt egyáltalán nem is tudom ajánlani. Mert én személy szerint nem tudok mit kezdeni, például egy pink körömlakkal, igazából egy ezüst körömlakkal sem, illetve hupilila szájceruzával és rúzsal sem tudok mit kezdeni, ugyanahogy egy barna szájfényes sem. Ezek mind olyan színek szerintem, amit nagyon kevesen használnak. Jobban tetszett volna egy szép ilyen pirosas, kicsit ilyen májvás, esetleg korallos árnyalat, vagy akár bordó, hogyha már egy kicsit sötétebbe akarjuk elvinni az irányt, de semmiképpen sem egy ilyen irtózatosan sötét barna például, mint itt az utolsó valamelyik nap volt ez a barnás rúzs. Illetve idén is van benne 2 próba és 2 mini ecset, hát ezek is olyan termékek, amiket hát megspórolhatták volna, ugyanis a 2 próbával nem túl sok mindent tud az ember elkezdeni, hisz az egyik ugye 0,8 ml volt, vagy mennyi.
Hagyd békén a cicát, Odin. Gyere ide, játsszál. 0,8 ml, ami majdnem, hogy hát tényleg csak egy használatra elég, illetve a maga az alapozó, az is tippelek, hogy vagy egy sminkre, vagy akár még egyre sem elegendő, attól függ, hogy mennyit szokott az ember magára kenni. Igen, és a két ecset pedig tényleg olyan dolog, hogy netre nem tudod használni annyira mini, és a minőségük se tűnik annyira jónak, mint például amikor egy Art Deco szemhéjpuder palettában van egy hosszabb használható ecset. Hát ennyi lett volna, remélem, hogy tudtam nektek segíteni, és hogyha tetszett a videó, akkor mint mindig lájkoljátok a videót, és hogyha még nem tettétek volna meg, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, hogy ne maradjatok le a többi kalendáriumos videóról sem. Én Szeni voltam, legközelebb újra találkozunk. Sziasztok!